Újabb mérföldkő volt a pénteki nap Győr és a győriek életében, hiszen városunk Európa kulturális fővárosa 2023-as pályázatát aznap délelőtt nyújtotta be a minisztériumba Borkai Zsolt polgármester. A pályázat benyújtását hatalmas munka előzte meg, de bízunk a sikerességében, ezt mondta híradónknak a pályázati anyag művészeti koncepciójának írója. Nagyon komoly munkán vagyunk túl, azt hiszem, hogy most ez egy kis tényleg valókunk az ünneplésre, bár nyilván ne ígyunk előre a medve bőrére, és még a következő egy hónap is nagyon kemény lesz, de a mai nap az tényleg egy mérföldkő. Sikerült leadnunk határidőre a megfelelő paramétereket betartva a pályázati anyagunkat. Úgy érezzük, hogy egy erős anyag az, amit ma a minisztérium asztalára letehettünk, nagyon sok nemzetközi partnerrel, nagyon sok programmal. Két dolgot szeretnék kiemelni, az egyik, hogy mi ragaszkodtunk az első forduló meghatározott koncepciónkhoz és az abban leírt programszerkezethez, ezt követtük tovább. A nemzetközi zsűrinek az értékelése februárban megerősített minket abban, hogy jó úton járunk, és ezt a vonalat folytatva, kibővítve, konkrét programokkal feltöltve és nagyon sok nemzetközi és hazai partnerrel megerősödve adtuk be a mai napon ezt a pályázati anyagot. Borkai Zsolt polgármester a péntek esti ünnepségen köszönetet mondott minden győrinek, hogy támogatásukkal, ötleteikkel segítették az LKF pályázat sikerességét. Kiemelte, nem csak ettől rendhagyó a pénteki nap, hiszen a Dunakapu téren álló óriáskerék egy újabb kuriózum, amely az LKF pályázattal is összefügg. Ha én előre nézek, és önök, akik engem hallgattak, megfordulnak, láthatják ezt az óriás kereket, ez egy kicsit üzenet. Üzenet afelé, hogy mi győriek, a vendégek, mit is gondolunk el ebben a régióban, mit gondolunk ebben a városban, hiszen a pályázatunk címe is az áramlás, és talán ez az óriás kerék, hogyha majd nagyon sokan fogják használni és felülnek rá, körültekintenek, megláthatják gyönyörű városunkat, és talán mindnyájan úgy gondolhatjuk, hogy igen, érdemes volt belevágni egy ekkora küzdelembe, érdemes volt azt gondolni, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy 2023-ban Európa kulturális fővárosa legyünk. Ahogy arról már beszámoltunk, az egyetlen magyar készítésű óriáskerék 50 méter magas, 30 gondolás, 180 fő befogadására alkalmas szerkezet. Dunai Csenge színművész, az LKF egyik arca, elsők között csodálhatta meg a csodás győri panorámát. Nagyon izgalmas volt. Most, amíg vártunk arra, hogy felülhessünk az óriáskerékre, néztem az információkat, vagyis mondta itt valaki, hogy ez 50 méter magas, és utána néztem, hogy a London Eye 135-ös, tehát majdnem másfélszer ekkora, és én azon ötször ültem, és mivel hogy ez nyitott, ezért van egy ilyen különleges plusz élménye az embernek attól, hogy ugye a levegő is átjárja ezt a kis kabint, amiben benne ülünk. A péntek esti ünnepség alkalmával rengetegen ünnepeltek együtt, és próbálták ki a legújabb látványosságot. Szuper volt! Nagyon szép a kilátás, fentről tényleg egész jót lehet látni. Azt vártad, amit láttál végül? Igen, nagyon szép volt! Nagyon szuper volt, nagyon jól éreztem magam tényleg. Mi a legérdekesebb, amit mondjuk innen lentről a földről, aztán tényleg nem lát az ember? Hát egy egész győrt nem láttam még soha így. Milyen érzés volt felülni az óriás kerékre? Mi mindent láttál, amit innen a földről nem? Picit féltem, de nem annyira. Most már szebb a kilátás, meg még jól éreztem magamat, most már nem is félek. A kedves szülőknek mi volt a tapasztalat? Nagyon jó érzés volt. Én már ültem óriás keréken, de szuper volt, főleg, hogy itt a saját városunkban nagyon jó. Ugye a karácsonyi fényekben majd még szebben fog pompázni a város, vissza fognak ülni a kerék? Mindenképpen vissza fogunk jönni, kipróbáljuk újra. Az óriás kerék elindulását követően Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar varázsolt fergeteges hangulatot a térre.